beszélek, stabilizálást a tetoválásban, vannak kirakva nekem is puskák, hogy ne felejtsek el semmit. Mindenki szeretne szépen statírozni, hiszen egy rajznak egy statírozás az, ami megadja átláthatóságát. Ez a statírozás az érthető a színek átmenetére, és érthető tényleg ilyen statír, hogy mondjuk feketéből különböző statírokon átmegy, árnyalatokon átmegy, különböző árnyalatokon, hogy tiszta legyen és érthető, átmegy mondjuk teljesen a fehérig. Tehát fekete, sötét szürke, közepes szürke árnyalatok is szépen áthaladnak egymásba, átfolynak egymásba. Ez tetoválásban valamilyen szinten azt lehet mondani, hogy azt szokták mondani, ugye, hogy nehéz, ugyanis itt van mondjuk a bőr felszíne, itt van a bőr felszíne, hát itt vannak a sejtek, ugye már. Talán egy kicsit hallványítok, és úgy is értitek, hogy itt vannak ugye a sejtek. És itt jön a tetováló tű, kinagyítva, így, és ugye oda-vissza szurkál. Na most azt szeretnénk a statírozásban, hogy ettől a ponttól, mert mondjuk ez egy, teszem azt mondjuk egy, mondjuk kocka, ez a kockának a felső része, ahol még fotódik, ami innen teljesen sötétből, át szeretném satírozni, hogy itt már teljesen világos legyen. És hogy ez ilyen szép, sima satíros átmenet legyen. Ezt szeretnénk elvégezni. Akkor legelőször is meg kell tudnunk csinálni azt, hogy ez itt a kezdet, mondjuk, ami a legsötétebb, vagy éppen a legvilágosabb rész, de most beszéljünk a legsötétebb részről, hogy ez a legsötétebb rész tömören fel legyen színezve. Tehát valójában a satírozáshoz legelőször valószínű, hogy tömören felszínezni kell megtanulni egy felületet. Tehát amikor innen kezdünk, elindul, tehát az oldalnézetből, keresztmetszetéből ábrázolja a bőrt, ez pedig felülnézetből, tehát ezt pedig így kell elnézni, tehát így kell nézni. Tehát itt szeretnénk azt, hogy teljesen tömör legyen, nyilván, festőtéréken, vagy legalábbis a szemünknek azt az érzetet keltse, amikor ugye ránézünk, azt az érzetet keltse, hogy ez így teljesen mondjuk fekete, most ugye fehérre rajzolom, tehát így van egy kis különbség, tehát ugye ez teljesen fekete, és idáig, eddig a pontig, ugye ezt itt felülről nézzük, ezt itt oldalról, eddig a pontig a szemünk úgy lássa, mint hogy itt már nagyon világos lenne, tehát alig van benne árnyalat, és itt szeretnénk, hogyha minél tovább és erősebb lenne, és sokkal mélyebb lenne ez a dolog. Ugyebár. Most a helyzet az, meg is próbálom egy kicsit satírozni. Jaj. Hát a helyzet az, hogy képzeljük azt, hogy ezt szeretnénk elérni úgy, hogy a bőrben ez tehát mit kell dolgoznia, mit kell elvégezni a tetováló tűnek, a rajta lévő tetováló festéknek, és magának, aki a tetováló gépet fogja, tehát a tetováló művésznek, mit kell elérni ahhoz a bőr belsejében, hogy egy ilyen szép satíros átmenet legyen. Most legelőször is meg kell különböztetnünk kétfajta satírozást, vagyis egy 3-4-5 fajtán is megkülönböztethetünk, hogy az Isten tudja hány fajtát. De ha fekete
szürke átmenetekről van szó, akkor meg kell különböztetnünk kétfajta satírozást. Az egyik fajta a videó teljes anyaga.